Hát akkor elkezdjük a második panel beszélgetést. Hát a politikusok után most olyan emberek fognak beszélgetni, és olyan emberek szólalnak meg, akik a saját bőrükön érzik, érezték, tapasztalták azt, amiről az előbbi másfél órában szó volt, vagy nem tapasztalták, majd nyilván ezt is el fogják mondani. Sok szeretettel köszöntöm, és akkor megyünk onnan. Dubka György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója. Nem úgy ültök, vagy ki lecserél, van egy tábla? Ja, jó, Szerb-Horváth György, szociológus, Kerekes Vica, színésznő, Ravasz Ábel, szociológus, és Tompa Andrea, író, színi kritikus. Köszönöm, hogy itt vagytok. És elsőként azt szeretném, hogyha megfogalmaznám mindenki, hogy egyébként az előzőt is ezzel kezdtük, milyen most határon túli magyarnak lenni, ki hol él jelen pillanatban, különösen érdekes nyilván Kárpátalja esetében ez most, illetve nem is tudjuk pontosan, Vicca esetében én tudom, hogy most a Csehországban élsz, már elköltöztél, tehát így kezdjük, és akkor mondjuk kezdjük tőled. Bocsánat. Szóval otthonról jöttem, és haza fogok menni, és tehát vajdasági vagyok, és háromszor emigráltam már ide. Egyetem miatt menekült is voltam a háború miatt, aztán meg munka miatt, tehát a migráció különböző fajtái, és most hát itt dolgozom, de részben a munkának, és hát idézőjelben hála a Covid-nak és a home office-nak, az évnek szinte 4-5 hónapot otthon töltök Kishegyesen a Vajdaságban, és azt gondolom, hogy ez egy jó út, itt sok szó esett korábban az előadásban is, hogy egy ilyen egyszerűsített dolog, hogy akkor magyar az, aki magyar, mintha nem lehetne kettős kötődés, vagy kettős többes identitás, vagy nemzeti közömbösség, és ugye a nyugati magyarokról is szó volt, és azért ma már nagyon jellemző a transznacionalizmus, ez esetemben azért ugye a kisebbségek esetében ez ugye más szót kellene használni, de az, hogy azért másoknál is látom, hogy igyekszünk egyfajta kétlakiságra berendezkedni, hiszen mégis fontos az az eredeti otthon, mondjuk a Vajdaság relatíve közel van, tehát bejárható az út, még ha a határ fenn is áll, és hát az, hogy hol érzem magam jobban, általában, hogyha itt vagyok, akkor pár nap után szeretnék visszamenni. Ha a Kishegyesen vagyok, ami egy falu, és ugye ott azért a szociális élet az elég gyönge, akkor természetesen egy hét után az ember már azon gondolkodik, hogy milyen jó lenne egy kicsit Pesten lenni, vagy akárhol máshol. És ez például egy út arra, hogy túllépjünk ezeken az ilyen leegyszerűsített izéken, hogy akkor magyar vagyok, és ez az egy identitásom van meg, akkor itt élek, és ez a mozgás azért könnyíti azt is, hogy ezeket a klasszikus feszültségeket, szindrómákat, ezt a keserű magyar sorsot, ugye, amit mindig így megélünk, hogy ezt valahogy így túllépjük. Dubka György. Köszönöm a kérdést, üdvözlöm a jelenlévő vendégeket. Hát én sem menekültként érkeztem ide, mert ugye 60 évtől fölfelé mindenki kisbejárhat Ukrajnából, azaz 18-tól 60-ig a hadi állapot miatt nem lehet átlépni a határt, hát ezt tudják, gondolom. És hát így abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kisbejárok, amíg meg nem állítanak. Mindig olyan érzése, ma is megyek haza Ungvára, olyan érzése, közelítem meg a határ átkelőt, hogy nem fognak beengedni. Ha pedig beengedtek, jövök kifelé, az az érzés szorongat, lehet, hogy nem fognak kiengedni. Na most nem csak én vagyok így, hanem sokan másan, de hát ez a helyzet. Az újvidéki barátunk, ami és több más újvidéki barátunkkal egyre nagyobb kapcsolatban lépek, meg lépünk, hogy ők miként élték át Jugoszlávia szétesését, az akkori bonyodalmat, az akkori háborúkat, a menekült helyzetet, milyen praktikákkal. Hát nagyon sok ilyen anyagot gyűjtöttem össze, és akkor ebből próbálunk
építkezni, mi, akik ott maradtunk, hogy valamilyen módon a helyi magyarság hasznára legyünk. Hát alapvetően a háború ezreket formált azzá, mint ahogy te is kijelentetted, kétlakiakká váltak. Kétlakiakká, tehát bebiztosították maguknak az összes spórolt pénzből, a határ mentén vásároltak házat, felújították, különösen Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, talán már nincs is olyan község, ahol Inkárpátaljával ne találkoznék. Tehát egyik része kisbe jár, ha nagyobb baj lesz, van hova átjönni, menekülni. Tehát van az emberekben egy ilyen, hogy mondjam, készség is. A másik része pedig, ugye aki megneszelte a múlt év február 24-e előtt, hogy itt nagy bajok történnek, tehát nagyobb agresszió lesz Ukrajnába, tehát betör az orosz hadsereg, azok jó jártak, mert a nagy része eljött. Tehát szana szét van. Mindenki abban volt, hogy ez egy villámháború lesz, stb. Sajnos beigazolódott. Most már lassan az 500. napnál tartunk, hogy ez nem így van, és ez számunkra meg rossz, mert ugye megtalálták itt az egzisztenciájukat, sokan elhelyezkedtek, és megunták azt, hogy leutazzanak a határa, és kivegyenek, tegyük fel, Tiszabecsen vagy Uszkába hétvégén egy szobát, és akkor eltöltsenek ott egy hétvégi napot a feleségeikkel, gyerekeikkel, azok visszamennek, ő meg jön ide a munkába. Hát bizony sokan fogják és ráveszik a családot, hogy jöjjenek át. Hát ezáltal meg apadunk, tehát annál is inkább. Úgyhogy átlagba véve, hát olyan 30%-os hiány van a magyar lakta településeken. Önnek nem volt kérdés, hogy marad? Tessék? Önnek nem volt kérdés, hogy marad, vagy költözön és jöjjön át? Akár ide, vagy akár tovább Európába? Hát egy az, hogy nem tudok felszámolni semmit, oda szocializálódtam, hiszen egy az, hogy ott van az alkotóházam, szülőfalumban, a helyi egyház tanács elnöke vagyok, a római katolikus egyház, mert segítettem felépíteni egy templomot. A Szójó Emlékparknak vagyok az egyik alapítója és felépítője, vezetője. Ott adjuk ki a könyveinket, folyóiratunkat, az Együtt című folyóirat már 20 éve megjelenik. Csomó olyan kötődés van, amit nem lehet máról holnapra felszámolni. Én azt mondom, hogy megtehetném azt, hogy itt nyugodtan, mert van itt is lakhely, hogy nyugodtan éljek, és akkor a lelátóról nézzem, hogy mi történik Kárpátalján, de én nem az a fajta vagyok. Én szeretek ott lenni, hiszen hát azért, meg a menet, ugye, az egy sok nemzetiségű terület. Ugyanúgy normális, velem együttérző, problémákat megbeszélő ukrán, orosz, zsidó, szlovák, stb. Barátaim vannak az alkotó körökből. Tehát van egy kötődésem. Viszont az anyaország meg egy biztonsági hátteret ad, hogy van hova menekülni, ha valami nagy dolog, meg akik oda menekültek. Ugye átlagban azért, ha végigmegyünk egy magyar faluba, Kárpátalján, akkor tök üres. Ha elmegyünk a templomba vasárnap, mit látunk a karzatról? Asszonyok, gyerekek, öregek, stb. Még akik nem jöttek el, azok is bujkálnak. Például az egyik barátomnak a feleségének a férje, az már egy éve nem tette ki a lábát az utcára, mert fél, hogy elkapják és elviszik. A legutóbb a múlt héten, mielőtt elmentem volna Erdélybe a könyhétre, 6-szor ellenőriztek 100 kilométeres úton. Ungvártól Tiszabökkényig, az Tiszabecsel szemben van. És mondom, hogy hát azért én már 71 éves vagyok, hát nem hiszik, azért csak mutassam meg a papírokat, mert hát miért nem hiszik? Hát mert sokan fehérre festik a hajukat, hogy öregnek tűnjenek. Na, vannak turpiságok természetesen, de alapvetően nagy az ellenőrzés, nem csak a magyar lakta településeken, mindenütt, minden nemzetiségi területen, a többségi nemzetiségi területen, mert ugye szembe kell néznünk azzal a valósággal, hogy egyre több koporsó érkezik Kárpátaljára, és egyre több embert hívnak be. De ez a kettősség
olyan félelmet alakít ki az emberekben, hogy nem tudnak nyugodtan élni. Mondjuk én valamelyest nyugodtan tudok élni, mert tudom, hogy rám nem vonatkozik a behívó. De ott van a középső fiam, Ungváron. Most fejezte be a történelem szakot az Ungvári Egyetemen. Akik tanulnak, azokat nem viszik el. Most veszem rá, akkor mennyi, mondom, doktorira, kis doktorira, hát ha nem fognak elvinni. Tehát mindenki fölött ott van a Demokrész kard, vagy bárkit elvihetnek. Én csak egy példát mondok, hogy tavaly áprilisben az Ungvári temetőbe, ugye gyakran kijárok, mert az első feleségem ott van eltemetve, mellette van a katonai temető, akkor olyan 13 sírhelyet számoltam, vagy sírhantot számoltam meg. Most, legutóbb, két héttel ezelőtt, már 60 felé jár. Csak Ungvár esetében. És akkor, ha ezt adaptáljuk más településekre, akkor elképzelhető, hogy mi van. És milyen érzéseket vált ki az ember. De nem is az, hogy sokan azt se tudják, hogy hova került a fia vagy a férje. Több mint 400, közel fél ezer eltűnt van. Ugye belőttek egy rakétát, porrá égett, és eltűntnek nyilvánítják. És akkor a család meg várja haza. Na szóval, én azt mondom, hogy alapvetően nekünk, értelmiségieknek felelősségérzetnek kell, hogy legyünk. Nem szabad meghunyászkodni, ott kell lennünk, már aki teheti, és hát a mi jelenlétünk erőt ad a egyszerű embereknek is. Ezért hadiállapot ide-oda, azért kulturális rendezvényeket szervezünk, ha nem is nagy lobogással él a kultúra, de tartaléklángon, de nem adhatjuk föl mindazt, amit eddig csináltunk, mert háború van. De ugyanígy gondolkodnak az ukránok is, meg a többiek is, tehát alapvetően az egymásra utaltság szemszögéből. Ők is azért küzdenek, hogy fennmaradjon a családjaik, és minél több értéket őrizzenek meg. Úgyhogy, például most Dnipróban ugye belőtték, és akkor onnan írt egy barátom levelet, magyarként ott van, mert sokan kint élnek a belső Ukrajnában, és jaj, azt mondja Gyuri bátyám, így bátyázik le. Kerics már azt mondja, egy lakást valamelyik faluba, mert városra nincs pénzem, hogy ott vegyek, szeretnék innen kimenekülni, mert frontvonalba kerül hamarosan a város. Hát ilyenkor mit csinál? Segít. Hát csak ott van az egyik szülőfalu melletti község, Forgolány. Több mint 80 ház eladó. Tehát van itt megvenni. Úgyhogy fele más a helyzet, sokat tudnék erről beszélni, ha kérdeznek, válaszolok. Köszönjük szépen. Vica. Ezután szólaljunk meg. Sajnálom, hogy semmilyen Zsolt nem maradt itt, mert gazdagodhatott volna egy kicsit. Én, mint ahogy a két György említette, én sem menekültként érkeztem ide, és kibejárok, szintén a határokon, Szlovákiában születtem, magyar anyanyelvű vagyok, magyar nemzetiségű szlovák állampolgár. Szlovákiában, Magyarországon és Csehországban dolgozom. 2004-ben jöttem át egy olyan sugallatra, hogy ha már kétnyelvű vagyok, akkor szeretném kihasználni a magyar nyelvet is, és megmutatkozni ezen a nyelven, illetve hasznára lenni a szlovák, a magyar és a cseh közönségnek is. Tehát az én történetem az igazából nagyon, nagyon harmonikus. És amikor átjöttem, akkor volt bennem egy ilyen wow érzet, hogy Úristen, most már felélegezhetek és használhatom az anyanyelvemet. Mikor jöttél át? 2004-ben. De nem fogant meg bennem sohasem az, hogy fel szeretném venni az állampolgárságot, annak ellenére, hogy feleségül mentem egy magyar állampolgárhoz, még akkor sem jutott eszembe, hogy ezt én szeretném használni. Ez is egy érdekes dolog, mert nem éreztem előnyét annak, hogy én magyar állampolgár szeretnék lenni. Elváltam azóta,
Lehet, hogy jobb is, hogy így alakult. De hogy változott a helyzet, mert már nem vagyok büszke most nagyon arra, hogy a világban, hogy magyar vagyok, ez a helyzet. Azért ez szomorú hallani, azért arra legyél büszke, mert a magyarság az valószínűleg nem csak azt jelenti. Én értem, hogy mire gondolsz egyébként. Igen, én arra nagyon büszke vagyok, és minden, és hangoztatom is. Tehát a szlovákoknak, a cseheknek minduntalan mondom, magyar vagyok. De hogy most a jelenlegi politikai állapotok miatt nem érzem azt, hogy ezt így nagyon hangoztatnom kellene. Nehéz, tehát aki mostanában jár Csehországban, vagy Lengyelországban, én vele megtörtént, akár atrocitás is érheti egyébként most, mert magyar sajnos, ez így van, ez személyes példából is tudom. Vicce, azt mondd még el, hogy ugye azt mondtad, 2004-ben jöttél át, miért? Tehát mi volt az a pont, amikor azt mondod, hogy te átjössz? Ugye én soha nem éreztem azt, hogy rossz lenne nekem Szlovákiában. Lehet, hogy az én történetem tényleg egy mesébe illő történet, de én érvényesülni tudtam magyarként is Szlovákiában, ugye felvettek a szlovák színművészetire, ami abszolút nyelvközpontú, és ezt én direkt módon is tettem, hogy ugye, mert hogy onnan indult ki az egész, hogy 1994 és 98 között, illetve már előtte és utána is ugye volt a Mecsiari éra, ami egy nagyon ilyen nacionalista, szlovák központú, a szlovák nyelvet előtérbe nyomó kormány volt, aki szerette volna csak a szlovákságot előtérbe helyezni, és mindenfajta kisebbséget elnyomni, és akkor be akarták bizonyítani azt is, hogy a magyar ajkúaknak szlovákul kell tanulniuk. Tehát nagyon sok ilyen élményem van, csak nem szeretnénk most, majd ha lesz erre idő, akkor kitérhetünk erre is, és Ábel is biztos tud ehhez sokat hozzáfűzni. De a lényeg az, hogy bizonyítani szerették volna, hogy én, mint magyar, ajkú magyar, nemzetiségű magyar nyelvű, nem tudok majd érvényesülni Szlovákiában magyar anyanyelvűként. És én egy pozitív példája vagyok annak, hogy nem akartam elmenekülni, és azt mondtam, hogy csak azért is, és most megmutatom azt, hogy hogyan tudok érvényesülni úgy, hogy egy olyan szakmát választok, ami igenis egy nyelvközpontú, és felvettek a szlovák színművészeti főiskolára. És jönnek a pozitív példák, hogy ugye honnan jön ugye az elnyomás, és honnan jönnek ugye ezek az elnyomó motivációk felülről, mert hogy minket mindig pozitív példaként emlegettek a főiskolán is, hogy magyarként, hogy képesek vagyunk létezni, és ilyen magas szintre jutni. És utána ugye az volt bennem, hogy viszont ott már elkezdődött nekem a mondhatjuk így, és tehát, hogy a pályám, és én szeretnék tényleg határokon átívelve létezni, hogyha már adott a cseh, a szlovák és a cseh magyar nyelvem. És akkor átjöttem Magyarországra, mert voltak felkéréseim. Te tulajdonképpen. Igen. És most Csehországban élsz? Hivatalosan igen. Hivatalosan igen, de járok tényleg, de tényleg ez annyira jó, hogy ki is bejárok a határokon át, úgyhogy hogy itt nincs nagyon munkám most, ugye, de itt is létezem. Ábel. Be is van kapcsolva, ugye? Jó. Jó, akkor próbálkozok ezzel. Ravaszában vagyok, és egy olyan országból érkeztem, ahol egy nagyon hozzáértő, liberális magyar miniszterelnök kormányoz éppen. Ezt az országot Szlovákiának hívják, ezt a miniszterelnököt, meg Odor Lajosnak. Tessék? Ezt nem vállalom jelen pillanatban. Az én történetem ez a hazatérésnek, az ingázásnak és a szülőföldön való érvényesülésnek a története. Én Dunaszerdahelyről vagyok, Csallóközből, jelenleg Pozsonyban dolgozom már egy ideje, de 7 vagy 8 évig
Magyarországon, Budapesten éltem, itt voltam egyetemista az ELTE-n és a Corvinuson, pont ugyanakkor érkeztem, mint Vica 2004-ben, és aztán fokozatosan 2014-5-6 környékén visszagravitáltam Szlovákiába, és azóta ott is maradtam. Olyan egy kifejezetten személyes döntés volt azzal kapcsolatban, hogy szerettem volna otthon Szlovákiában segíteni. Egyrészt az ott él a magyarokon, másrészt meg az országban valami normálisat csinálni, és ezt csinálom az elmúlt években. Az én családom az egy ilyen nagyon Dunaszerdahely, Pozsony, Budapest háromszögben mozgó család, egy magyar család. Több generációban, több hullámban érkeztek Magyarországra rokonaim. Volt egy ilyen 1944-45-ös hullám a világháború alatt, egy idős úr és a felesége a családomból, akik Budapesten telepedtek le, és amikor főiskolás voltam, akkor náluk laktam. Egy másik hullám az 89 után, az egyik, egy nagynéném van, ő itt él Budapesten, és van neki két gyönyörű és kiváló és ügyes lánya, akik szintén itt laknak Budapesten, tehát én ide hazajövök. De mégiscsak a karrierem, a munkám és az elkötelezettségem az a Szlovákiához köt, és egyébként Ódor Lajos miniszterelnök mondta most egy interjújában, hogy Szlovákia a hazám, mert nekem is Szlovákia a hazám. Ez nem degradálja a kapcsolatot Magyarországgal vagy a magyar közösséggel, de mindenképpen azt gondolom, hogy az az ország, ahol élek és ahol a leginkább otthon vagyok, a Szlovákia. És amit még el szeretnék mondani egy első körben, hogy nagyon sokat beszélünk itt az etnikai politizálásról, meg az etnikai dolgokról, meg az etnikai érdekről. Én nekem sokkal érdekesebb mindig az interetnikus érdek, és az interetnikus politizálás, és az interetnikus gondolat. Tehát egyrészt hosszú ideje azt gondolom, hogy a kisebbség és a többség között hidakat kell építeni, mondjuk szlovákiai kontextusban szlovák-magyar hidakat is, de a magyar-roma hidak is nagyon-nagyon fontosak, és lehet, hogy nem mindenki tudja, vagy szerintem szinte senki, de az elmúlt években romaügyi kormánybiztosként is dolgoztam, magyarként Szlovákiában. És ezek azok a fajta határátlépések, közösségátlépések, amiket mindig el kell magyarázni. Mit csinál egy magyar Szlovákiában a romákért? Mit csinál egy szlovákiai magyar Magyarországon a romákért? Tehát ezek olyan kérdések, amikre választ kell adni, de végül is mindig azt gondolom, hogy a szövetségépítés és az egymásnak a megtalálása és a hálózatba szerveződés az, ami ezekben a dolgokban a leginkább gyümölcsöző. Andrea? Jó napot kívánok! Nagyon ritkán van előnye annak, hogy valaki nő, de mondjuk amikor arról számoltok be, hogy háborúban menekülni kell férfiként, akkor hirtelen előnyé válik az, hogy valaki nőnek született. Zárójel, 89-ben már felnőtt voltam, és Romániában besorozták a nőket is katonaságba. Mint egyetemista, nekem is román katonának kellett lennem, úgyhogy van egy ilyen rövid múltam is. Tehát ez az előny, ezt a diktatúrák ezt megpróbálják kihasználni. Én Kolozsváron születtem, és az életem első két évtizedét ott éltem, de életem nagyobb részét már Magyarországon töltöm. 33 éve élek itt, és azt mondhatnám, hogy hármas kötődésem van ahhoz a helyhez, ahol születtem. Elsősorban a múltam, ami egy ilyen bonyolult kincses láda, amiből az ember mindenféle jót, rosszat húz elő folyton. A könyveimnek a témája, vagy a témaválasztása, ami elsősorban ahhoz a térséghez köt, és 15 éve tanítok a kolozsvári Bábás-Bolyai Tudományegyetem színház és filmkarán, amit most pontosan így hívnak, és igazából ez egy nagyon fontos tapasztalat. Egyrészt havonta járok haza, semmilyen ingatlannal már otthon nem rendelkezik a családom, és egyetlen élő családtagom sincs ott. Azt hiszem, az a 2x1 négyzetméter, ami a temetőben van, azzal rendelkezünk, tehát ennyi van. Szállodában szoktam lakni, tehát a kötődésem nagyon erős, ugyanakkor ez nem társul ahhoz, hogy ott van egy létező otthon, ahova én hazamegyek. Mégis azt mondtad, hogy havonta járok haza. Igen, ez nyilván sose fog megváltozni, és amikor fölülök a vonatra, és jövök haza a családomhoz Budapestre, akkor szintén hazajövök, tehát én nem tudom ezeket a hazákat versenyeztetni, erről próbáltam is valamit írni, hogy ezek a hazák számomra kicsit külön fiókokban, de nagyon fluid módon együtt vannak.
Az egy nagyon jó tapasztalat, hogy Kolozsváron az ember szabadon tanít egy állami egyetemen, magyar nyelven pontosan azt, amit akar, és amit mondjuk a kurikulum is elvár tőle, tehát nincsenek olyan ideológiai elvárások velünk szemben. Ezért tulajdonképpen Kolozsváron én egy másfajta szabadságot élek meg. Magyarországon a kötődésem elsősorban a kiadómhoz van, bár itt nem nyitok egy hosszabb zárójelet tegnapi eseményekkel kapcsolatban, de ez se egy... A Libri, tehát a jelenkor kiadónál vagyok, Libri, és nézzenek utána a híreknek. És nyilván az olvasóim nagyobbik része is talán itt van, bár erős olvasók közönségem van ott is. Azt egy nagyon bonyolult útnak és tapasztalásnak érzékelem az elmúlt 3 évtizedben, amikor mondjuk fiatalként megérkezem ide, és egy kicsit van egy ilyen kicsit ilyen románozás, de én ebből nem hallottam meg sokat, vagy nem akartam sokat meghallani, tehát mint kisebbségi magyar, aki jaj, de furcsán beszélsz, jaj, de így mondjátok, úgy mondjátok, nálatok, ez így szokás, tehát egy ilyen finom idegenség tapasztalat van, erről is próbáltam írni. Én ezt valahogy így kidolgozom magamból, nem is nagyon érdekel, próbálok ebből a sértődött kisebbségi állapotból valahogy kinőni, hogy így mondjam. A kisebbségi állapot az nagyon sokszor egy olyan dolog, amit az ember visz, mint a csiga a házát, hogy így ott is egy ilyen bezárkózó kultúrában vagyunk, és erre majd még visszatérnék, és akkor hozzuk ezeket a sérelmeket, és akkor itt ugyanilyen ilyen gettólétben vagyunk bezárkózva egymással. Tehát én ebből megpróbálok valahogy aztán a 90-es évek végén talán kiforogni, kinőni, és akkor megérkezzünk valami olyan realitásba, amiben megint vannak ezek a jó magyarok, rossz magyarok. Tehát amikor ennek a fogalomnak a szélein azok az identitások vannak, amelyek nem kívánatosak, amelyeket nem ide tartozónak vélünk, amelyek nem élhetők meg szabadon és boldogan és nyilvánosan, akkor az ember megint azt tapasztalja, hogy ez egy nagyon bonyolult történelmi pillanat, amiben vagyunk, amiben igazából az a kérdés, hogy ezekkel az elnyomott, megbélyegzett, elutasított, politikailag megbélyegzett identitásokkal hogyan szolidarizálunk, hogyan vagyunk mi magunk is esetleg benne. Szóval ez a dimenzió számomra Kolozsváron nem létezik. Nagyon kicsi a közösség Erdélyben már, nyilván Kolozsvár már szinte szorvány, tehát amikor ilyen határon túlról beszélünk, akkor azt is kell mondani, hogy Erdélyben már valahogy ilyen több magyarság csak Székelyföldön létezik, minden más szorvány. Annyira kicsi a közösség, hogy ezek a kérdések nem így, vagy nem ilyen erősen, vagy politikailag nem ennyire kiélezetten és ilyen megbélyegző jelenléttel vannak ott. Tehát valahogy furcsa módon azt kell mondanom, hogy az elmúlt 10 év, ami ingázás szempontjából rémes, de valahogy a szabadság foka szempontjából meg egy egyre nagyobb ajándék, hiszen nem kell ebben a... Tehát van egy másik levegő is, ezt kell mondanom. Jó sok mindent mondott Andrea, és akkor menjünk ezzel tovább. Kisebbségi lét. Azt mondja Andrea, hogy van egy sértettség, amit az ember cipel, mint a házát, mint a csiga, valahogy így fogalmaztál. Erről a kisebbségi létről beszéljetek. Hogyan viszonyul a határon túli magyarokhoz a szülőföld, tehát ahol még éltek, vagy ahonnan jöttök, és hogyan viszonyul az anyaország? Nyilván teljesen más most, meg más volt ez 20 éve, 30 éve, mert nagyon-nagyon sokat változott, de ti hogy látjátok ezt? György, kezdjük tőle. Hát, hogy nagyon nem mennék vissza az időbe, mert akkor estig maradnánk, de ugye most az a hivatalos diskurzus itt is, Szerbiában is, hogy soha a vajdasági magyaroknak olyan nem, jó nem volt, mint most. Ez bizonyos értelemben igaz, főleg formai jogi értelemben, hiszen létrehoztak főleg EU nyomást, meg különben is ilyen nemzeti tanácsokat,
Csak hát mi történik akkor, amikor ez az egész rendszer egy pártrendszerré válik? És szerintem morbidabb a helyzet ilyen értelemben, különösen a kultúra terén, vagy akár a könyvkiadás terén a Vajdaságban, mint Budapesten vagy Magyarországon, pedig aztán itt is ugye tudjuk, vagy legalábbis én gondolom, hogy tudom, hogy ez hol áll most. Tehát, hogy a sajnos Szerbiában valahol átestünk, vagy átestek a ló túlsó oldalára, egy kis családi kör megszerezte a hatalmat, magyarokról beszélünk, amelyek egy szép jogi környezetben a szerb és a magyar kormányzat áldásos támogatásával pénzt, paripát és mindent kapott ahhoz, hogy letarolja ezt a terepet, tehát mint egy kis saját szemétdombon uralkodhasson pár ember. Ezt ez a párt meg is csinálja a saját kis csicskásaival és a szerb és a magyar partnerekkel. Ez a környezet. Na most nem kell ahhoz, és ez a kormányzati rész mondjuk, hogy akkor innen adunk pénzt, meg akkor jobban vagyunk a szerbekkel, és akkor EU-ba... Most bocsánat, hogy jól megcáfolta Semjén Zsoltot, mert ugye azt mondta Semjén Zsolt, hogy ők arra adnak pénzt, amire a határon túli magyarság képviselete. Igen, meg a saját... Akit viszont ti választotok meg, ugye meg a saját Topolyai, én Topolyán születtem, most az egyik haverom ott dolgozik, az a magyar csávó egyébként az Orbánnak az oligarchája, ezt így nyugodtan ki lehet mondani. Tehát ezek nem különösebb titkok, hogy ott milyen pénzek folynak be. Tehát amikor ezek az adatok megjelennek, azért tudni kéne, hogy ez a pénz hova megy, vagy a gazdaság támogatás. Amikor most Zentán az osztálytalálkozón egy volt társam elmondja, hogy hát ők is felvették a támogatásukat, kurva jó, hogy vettek új traktort, meg nem tudom mit, de most rájöttek, hogy mivel kötik őket szerződéseket, minden egyes évben és még 4-5 évig mínuszba fognak menni. Tehát a végül az a traktor nekik nagyon sokba fog kerülni, miközben megvan az is, hogy kitől kell venni a traktort, korrupció, stb. De ebben most nem menjünk bele, csak ez a kisebbségi létnek ugye van ez a része, mondjuk ez a felső politika, de pont ez a politikai rész. Tehát nem kell ide a többség ahhoz, hogy elüldözzék a kisebbségieket. Megteszik ezt ők maguk egymással, és tulajdonképpen ez most így történik, főleg az értelmiség esetében, tehát a másképp gondolkodók esetében. Most nem mondom el a saját példámat, mert ez egy kicsit így akkor úgy, mintha most én magammal igazolnám a történetet. Tessék megnézni a pár héttel ezelőtti Magyar Narancsot, hogy mi történik a könyvkiadás ellenében, mi történik azokkal, akik esetleg két lakiak próbálnak lenni, nyilván egy értelmiség, egy író bármelyik kultúrában a centrum felé kell, hogy irányuljon, mert egyszerűen végülis a centrumban történik a legtöbb dolog, és nem vidéken, és főleg nem egy olyan periférián, mondjuk rá, mint a Bácska, ami aztán egy teljesen a periféria perifériája, különben is, de nem csak a kisebbségi lét miatt. És na, szóval ugye ennyi, hogy elég egy ilyen kis pici hatalmi kör, egy kisebbségi kör, és ugyanolyan arrogáns, buta, lélektelen tud lenni a saját sorstársaival szemben, szóval nem kell ide többség. És minden ilyen diskurzusnak mindig ez a többség-kisebbség ugye az interetnikus viszonyok, a nacionalizmus a nagy témája, de sajnos egy közösség egymást is föl tudja zabálni, egyszerűen a hatalom szeretetből. És sajnos sokan jártunk így, vagy járunk így, és Vajdaságban sajnos már annyira elfogytak a fiatalok, hogy tulajdonképpen már nem is lesz kit elüldözni, főleg nem az értelmiségi szinten, mert ennek a történetnek így vége. És én, amikor otthon vagyok, ezt én nem is kisebbségiként élem meg, hogy, mert már olyan kevés a viszony a magyarok és a szerbek közt is. Én még a 8... akkor az egyetem után Újvidéken kezdtem el dolgozni, és szerbekkel dolgoztam, igaz, az újabb háború miatt ugye elmenekültem. Akkor még voltak ilyen próbálkozások, hogy közös projektek jobbra-balra, meg amikor visszamentem a 2000-es évek elején is. Ma, mivel ezek a fiatalabbak szerbül se tudnak, mi még ugye megtanultunk, nincsenek, alig vannak ilyen kapcsolatok, egyedül különbség talán a színház, az valahogy úgy még, de ott is egy-két embernek hála, mint az Urbán András, tehát hogy ha van még egy-egy kiemelkedő személyiség, de ő nem azért
ragyogó, mert kisebbségi, hanem mert ragyogó művész, akkor az előre tud tolni valamit időlegesen. De az intézményi struktúrákat, ha itt leuralja egy család, vagy a politikumnak egy szegmense, egy párt, mondjuk így, akkor ez sajnos ide vezet. Tehát a Vajdaság kapcsán, most ugye, ahogy kezdtem, és ezzel fejezem, hogy soha nem volt olyan jó a vajdasági magyaroknak, mint most. Hát egy-két embernek igen, a stadionépítőknek, és nem tudom, de hát a többieknek nem. És ugye ez látszik az emigráción. Mert nem azért, mert, és rengeteg példát tudunk, különösen az értelmiségieknél, akik esetleg dolgoznának otthon, de amikor a legutolsó takarítónői állás is az iskolába, nem csak a tanítói vagy az igazgató is a párttól, a nemzeti tanástól függ, azért erre sok ember azt mondja, hogy azért ezt inkább takarítok Németországba. És erre rengeteg példánk van. Lukka György, a kérdés ugyanaz. Köszönöm a kérdést. Mondjuk így végtekintve minden régió képviselőjére és az ottani helyzetre, tehát elmondhatom, hogy a Kárpátalja a legmostohább helyzetben van. Ez egyértelmű, és ilyenkor az ember, mondjuk én most történészként, ha így végsöpröm a tekintetemet az elmúlt éveken, évtizedeken, akkor mindig ott úgy állt a helyzet, hogy a különböző többségi nemzetek árnyékában hogyan tudjunk megmaradni magyarnak. Ugye, egy rövid olyan. A nagyapám ugye négy állampolgárságba halt meg, apám négy állampolgárságba halt meg, én a harmadiknál tartok. Vagyis ebből is látni azt, hogy a 20. 21. században állandóan jöttek, mentek a különböző államok, formációk, stb. És ehhez kellett alkalmazkodni. Ugye első, tehát úgy is mondhatnám, hogy Trianon túszai vagyunk több mint 100 év után is. És ebben a génjeinkben van azt, hogy a többségi nemzet mindenáron asszimilálni akar minket. Mi pedig, mint kisebbségiek, mindenáron meg akarjuk őrizni nyelvünket és kultúránkat. És ez a kettőség, ez a harc, ez kezdődött nagyapámé korszakával, folytatódott apámé korszakával, folytatódik most. Most ilyen szemszögből nézve azért ugye, ha erről beszélünk, ugye az első kisebbségi korszakban is az anyaország a 20-as, 30-as években hasonlóképpen támogatta a kulturális, egyházi, meg egyéb intézményeket az akkori korszakban. Ugyan mondjuk a szovjet korszakban vasfüggöny, de alapvetően azért mégiscsak átsorogtak különböző támogatások, találkozások, ami azért csak lelket vert belénk, hogy meg kell maradni magyarnak. A független Ukrajnában pedig megint egy másabb helyzet alakult ki. Ugye én kétszer voltam tartományi képviselő, egyszer város képviselője, kezdve a rendszerváltástól, és az fáj nekem, hogy amit a rendszerváltás után az ezredfordulóig kiharcoltunk, kétnyelvűség, különböző jogok, stb. Azt most 2014 után fokozatosan veszik vissza. Persze, hogy fáj, mint volt képviselőnek. Hát együtt szavaztunk akkor is az ukrán barátainkkal, akik együtt éreztek, és most ugye megváltozott a helyzet. Hát a mostani helyzetről beszélve ugye, én nyíltan kimondom, hogy ez egy harmadik világháborús helyzet, amiben mi élünk. Ugye az elsőben a nagyapámék, másodikban apámék, most mi a harmadik világháborús helyzetben vagyunk. Hasonló dolgokat élünk át, és mégis ennek a többségi nemzetnek, amelynek a nemzetté formálását látjuk, a negatívumaival együtt érezzük a ránk sújtó hatásokat is. Hát én nem látok Európában olyan országot, ahol az állampolgárokat négy kategóriára osztják. Az első kategória érthető, a többségi nemzet. A második kategória őslakosok.
Az egész Ukrajnában őslakosnak csak a tatárokat nevezték meg, a krimi tatárokat. Abból is csak egy töredéke él az Ukrajnában, a másik része ott van a Krimen, amit elfoglaltak az oroszok. És még egy pár krimcsák nép. Mi, akik 1100 éve ott élünk Kárpátalján, mi nem vagyunk őslakosok. Minket úgy titulálnak, hogy EU-s országok béli kisebbségiek. Vagyis mi harmadik kategória vagyunk. Míg a második kategóriának, az őslakosoknak megengedik azt, hogy első osztálytól érettségig saját anyanyelvükön tanulhatnak a gyermekeik, addig nekünk, mi a harmadik kategóriások, ide tartoznak a románok, több mint 200 ezer, lengyelek, szlovákok, csehek, zsidók, stb. Sorolhatnám azokat az alapvető nemzetiségek, akiknek iskoláik vannak. Nekünk megengedték azt, hogy csak elsőtől negyedik osztályig tanulhatnak magyarul a gyermekeink. Ötödik osztálytól érettségig fölviszik a tantárgyakat 70-80%-ig ukrán nyelvre, és maradt csupán a magyar nyelv és irodalom, maximum honismeret vagy történelem. Tehát ilyet még Sztálin sem mert megengedni magának, hogy ilyet műveljen velünk a Sztálin korszakban, vagy a csehek sem mertek az első 20 évben a Trianon után. Úgyhogy az, hogy most a napokban sajtó fölrepítette, ja igen, és a negyedik kategória. A negyedik kategória, akik nem tagjai az EU-nak, EU-s kisebbségiek, ide tartoznak az oroszok, ide tartoznak a beloruszok, a kazakok, stb. Örmények. Tehát ebben a helyzetben ugye mégis drákói törvényt hoztak, az oktatási törvényt, a hetedik passzusa, amely ugye teljes mértékben befolyásolja a jövőnket, azt, hogy meg tudunk-e maradni úgy magyaroknak, hogy értelmiségi is legyen, hiszen két szellemi bölcsünk van, egy a Beregszázi Főiskola, másik az Ungvári Egyetem Magyar Kara. Én ott a vizsgabizottság elnöke vagyok, úgyhogy rálátásom van a dolgokra. Tehát alapvetően, ha ezt is felszámolják, akkor itt nagy bajok lesznek. Mi leszünk Európa zsidói, akik nem tudnak jidis nyelven, és csak, hogy mondjam, emlékünkben fogjuk hordozni a magyar nyelvet. Pedig mi úgy szeretnénk elképzelni a családokat, mint egy életfát, amelynek a gyökerei az apák, nagyapák és az őseink, és a leveleik mi vagyunk, fiaink, unokáink, és ezt a lehetőséget szeretnénk továbbra is megőrizni. Nem szeretnék olyan helyzetbe jutni, több mint 40 ezer kilométeres kutató után mögöttem történészként bejártam Szibériát, össze-vissza, mivel gulág kutató vagyok, hogy találkoztam Baskíriába olyan baskírra, aki Irkába írja le egész a Gyula törzsig az őseit. Ugye gondoljunk a Magna Hungáriára, meg stb. Ott magyarok elmentek, de azért maradtak ott is. Nagyon sok magyar nevű helység maradt meg egyéb. A tudat megvan, hogy ott magyarok éltek, és testvérként fogadtak minket. Vagy nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, mint Kazasztánban a magyari törzs, ahol legutóbb két professzorasszony történész kísért minket különböző feltárásokra, és büszkén mondják, hát ők a magyari törzsből száll, de nem tudják, tudatukba hordozzák, hogy ők magyarok. Tehát nem szeretnénk idáig jutni Kárpátalján, hogy csak a tudatunkban maradjon meg az, hogy mi magyarok vagyunk, és természetesen ezért tenni kell. Egyedül mi ezt a harcot nem tudjuk megvívni. Csak úgy, hogyha a mindenkori Magyarország, tehát a Magyarország mindenkori kormánya független kezdve a rendszerváltástól mai napig kiállt és kiáll mellettünk. Ugyanúgy én azt, amikor politikus voltam, egy asztal mellett ültem Gyurcsány mellett, amikor átadtuk a Barkaszói középiskolát, és ott biztatott minket, hogy tartsunk ki magyarként így, meg úgy, meg amúgy, mint ahogy most átjön a jobboldali kormány képviselő, és ugyanúgy biztat minket. Tehát alapvetően, amikor oda kerül a sor, élethalál kérdésé marad az, hogy lenni vagy nem lenni, elvárjuk azt, hogy a magyar kormány fellépjen ellenünk. Az, hogy most egy évre kitolták a Velencei Bizottság nyomására a hetedik törvény
bevezetését. Gondolják el, kedves barátaim, hogy még 5 évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt 17 ezer magyar gyerek tanul a magyar iskolákba, és úgy neveztük, hogy magyar oktatási tannyelvű iskolák. Közel 100. 130 magyar lakta településen. Na most, az új törvény szerint ebben az évben már nincsen magyar tannyelvű iskola. Ukrán iskola van, szín-magyar faluban is, ahol magyar osztályok vannak, független attól, hogy nincs ukrán osztály. Tehát úgy nevezik, hogy ukrán iskola magyar osztálya. Most ez az első lépés ahhoz, hogy megszervezzék majd mellette a ukrán iskolát, úgy, ahogy a szovjet oroszok csinálták az internacionalista iskolákat, mi ezt átéltük annak idején. Tehát egy ilyen asszimilációs törekvés van. Nyíltan, ha elolvassa valaki az ukrán nyelvtörvényt, és az ukrán, hogy mondjam, oktatási törvényt, egyértelműen kiviláglik belőle, hogy itt minden nemzetiséget asszimilálni kell. Egy homogén ukrán nemzetben gondolkodnak. Az engem nem vidámít, hogy az egyik ukrán költőbarátom megveregette, hogy hát nem bántunk, mi benne nem ellentek szó, ez az oroszok ellen szó. Igen ám, csak hogy minket is ledarálnak ugyanúgy. Az a, például a múlt héten azért dicsekedett az egyik ukrán újság, hogy Kárpátalján leröntöttek minden orosz szobrot, Puskint, Tolsztojt, stb. Nem gondolok én a dekommunizációs szobrokra, hanem az örök értékű szobrokra, a klasszikusokra. Ha már itt tartunk, akkor fölmerül a kérdés, hogy ha már ledöntöttétek az orosz kultúra, hogy mondjam, emlékhelyeit, kivontátok a könyvtárakból az orosz nyelvű klasszikusokat, akkor utána mi fogunk következni? Mint ahogy tegnap írja a fiam, hogy Ungváron leöntötték a holokauszt emlékművet festékkel. Azt megelőzően meggyalázták a Petőfi szobrot az ungvári Petőfi téren, vagy a Beregszágban, vagy a Vereckei hágón, a Matt Péter féle millenniumot körbe rakták annak idején gumiabroncsa, és az ukrán nacionalisták felgyújtották. Van egy olyan réteg, akitől félnünk kell. Van egy olyan réteg az ukrán közösségben, akikkel együtt tudunk dolgozni. Viszont, ha beadjuk a derekunkat, meghátrálunk, akkor végképp felszámoljuk magunkat, és összeroppan az egész oktatási helyzet, és éppen ezért én továbbra is az anyaország maximális támogatását elvárom. Vannak nálunk is hasonló, hogy mondjam, tányércsörgések, kit szeret jobban a kormány, kit nem szeret, kinek ad többet, ki nem ad, de én a rendszerváltás óta, aki élesben benne vagyok a kárpátai magyar kultúrában, könyvet adok ki, folyóiratot adok ki, minket az ukrán állam egy árva fityinge eddig nem támogatott. És nem támogat semmilyen magyar jellegű intézményt, kivéve néhány állami szektort. Miközben Erdélyben a román kormány támogat bizonyos, hogy mondjam, összegekkel különböző, ugyanúgy felvidéken a szlovák kormány is, és hát Szerbiában is, meg bármelyikre. Mi az egyedüli vagyunk, ahol minket nem támogat az ukrán kormány, és így, hogyha Magyarország most pillanatja elzárná a csapot, és nem jönne át Kárpátaljára, akkor meghalna a magyar kultúra hónapokon belül. Tehát én elvárom továbbra is, hogy független milyen szekértáborok, politikai irányzatok vannak Magyarországon, hogy támogassanak minket a maguk módján, mert a mi életünk, a létünk, a nemzetiségünk, az egyházaink, az iskoláinkon van a tét. Az, hogy ki milyen támogatást vár, arra vissza fogunk még térni egyenként is egyébként, akár a szülőföld kormányától, akár az anyaország kormányától, vagy az Európai Uniótól, például Ukrajna esetében egy esetleges uniós csatlakozásnál, de erre még rátérünk. De menjünk most, igen, menjünk egy gondolatot megengedjen meg, egy gondolat, hogy elfelejtettem hirtelenjében mondani, hogy hogyan látjuk a kiutat. Egy kiutat látunk, hogyha valóban, most furcsán fog hangzani, ha Ukrajnát felveszik az Európa Unióba, mert ugye én kisbe járok, felvidékre rengeteg előadást tartok, Erdélybe, és tegnap előtt jöttem haza Kolozsvárról. Tehát látom azt, hogy ezek az országok
Ba volt egy hatalmas kiáramlás, és most már kezdenek lenyugodni Erdélybe is, már kezdenek az egykori öreg falvak felvirágozni. Na most mi is ezt szeretnénk, hogy Ukrajnából kisbejárjunk, akkor visszajönnének az emberek. És ha a magyar kormány minél több nagy gyárat, és csak nem Dunántúlon, hanem Kelet-Magyarországon is létesítene, akkor ingázva az ottani munkások is bejárnának, mint ahogy tapasztalom, hogy Dunaszerdahelyről buszokkal járnak át Magyarország összeszerelő üzemekbe, ugyanúgy a miénk is átjárnának, és nem adnák fel a szülőföldet. Mert mi két hazába élünk. Van egy szülőföldünk, és van egy anyaország. És ezzel kelünk, ezzel fekszünk. Vicca, még ne a támogatásról, vagy hogy mit vársz rám vissza a kisebbségi lét. Az volt az eredeti kérdés. Tehát, hogy te ezt hogy élted meg otthon, meg itthon? Vagy most. Ugye, igen, mert hogy a Györgyöt hallgatva, tehát és a kárpátaljai léthez képest Szlovákiában paradicsomi állapotok uralkodnak, azt gondolom már, hogy megcáfolhatsz, de tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat változott a helyzet, és nagyon sokat fejlődött a szituáció és a helyzet a kisebbségi embereket érintve. Ugye látjuk ezt is, mint ahogy mondta Ábel is, hogy Szlovákiának most magyar miniszterelnöke van, vezető funkciókat töltenek be, magyar ajkúak. Én is tudok vezető színésznő lenni, Szlovák Nemzeti Színházban játszom, szlovákul, szlovák filmekben játszom. Tehát, hogy igazából ennek a, most ezt így idézőjelbe teszem, a megmutatkozásnak egyáltalán nincs akadálya, és a támogatottságnak sincs akadálya. Amit én érzek, és ezt te említetted, hogy Szlovákiában is sokszor hallom azt, hogy a magyar kisebbségnek soha nem volt ennyire jó, mint most, a magyarországi támogatásokat nézve. Tehát egyik kormány sem támogatta ennyire a szlovákiai kisebbséget, mint most. És bennem egyetlen egy kérdés merült föl, aminek én hangot is adtam, és akkor döbbentem én rá tulajdonképpen, hogy nem voltam képben a szlovákiai magyarságot illetően, amikor én kifejtettem véleményemet a magyarországi állapotokkal kapcsolatban, a különféle intézkedésekkel kapcsolatban, és akkor nagyon sok szlovákiai magyar támadott azzal, hogy de hát mi most nagyon jól élünk itt Magyarországnak köszönhetően. És akkor én csak egyetlen egy dolgot kérdeztem meg, hogy na most kérem azt tőletek, magyar kisebbségtől, hogy ti is legyetek kicsit elfogadóbbak és megértőbbek a magyarországi magyarokkal szemben, mint hogy ti is elvártátok azt annó, hogy a magyarországi magyarok nyissanak felétek, és a keblükre öleljenek minket, határon túliakat. Egy dolgot nagyon nehezen viselek, hogy amikor nekem jó, akkor nem érdekel az, hogy mások hogyan érzik magukat. És most ez Szlovákiában megmutatkozik sok esetben. Mire gondolsz egy példát, hogyha tudsz? Hogy a támogatások, és az, hogy tényleg nagyon sok minden meg tud valósulni a magyarországi pénzek által, és ezt mondják, hogy basszus, hát nekünk most nagyon jó. Tehát, hogy, és nem is érdekel igazából az, hogy mi van Magyarországon. És akkor erre mondom azt, hogy de viszont én tudom, hogy mi van itt, és hogy élnek itt emberek, és mi folyik. És hogy most legyetek ti is kicsit elfogadóbbak és nyitottabbak azokkal szemben, akik annyira nem érzik jól magukat Magyarországon. Én csak erről beszélek. Hát annyi előnyöm van, hogy Vicca elkezdte a szlovák helyzetet, és egyetértek azzal, amit mondtál. Megpróbálom behelyezni egy másik struktúrába. Tehát az ilyen kisebbségi kérdésekben mindig három szereplő van, akinek nagyon fontos beleszólása van. A nemzetállam, a kisebbség, meg az anyaország, és az előttem szólók is erről beszéltek. És azt gondolom, hogy a Szlovákiában mind a háromnak a pozíciója ezek közül a szereplők között változik az elmúlt időszakban. Tehát van egy, kezdjük Magyarországtól, hogyha már Budapesten vagyunk. Magyarországnak van egy nagyon aktív kisebbség politikája jelen pillanatban Szlovákia irányába is, ami
egy romantikus máz alatt egy nagyon pragmatikus gazdaság és kapcsolatépítő hálózati munka, amit Semmén úr az előző panelben úgy jellemzett, hogy gazdasági expanzió, ami nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy van egyfajta egy ilyen, nem tudom, matyóhímzett érzelmi próbálkozás, hogy akkor ezt elhiggyük azt, hogy most egybetartozunk és együtt lovaglunk a komáromi erődnél, és nem tudom micsoda, de hogy alapvetően kilóg a lóláb, és sokkal inkább úgy tűnik az, mint egy nagyon ilyen hiperracionális hídfölfoglalás a környező országokban, a magyar közösségen keresztül. Nem azt mondom, hogy irracionális dolog, nem azt mondom, hogy amorális, azt mondom, hogy ez. Tehát, hogy csinálhatunk úgy, mint hogyha a magyar szívünk vinne előre, de sokkal inkább úgy néz ki, mint ez valami gazdasági és politikai érdek lenne, ami rendben is van, csak mondjuk ki. Ami a szlovák államot illeti, és főleg a szlovák embereket illeti, az is számomra nagyon-nagyon érdekes, tehát hogy Dél-Szlovákiát, ahol a magyarok élnek, azt a szlovák közvélemény nem nagyon érzékeli. Ilyen ignorálása van a déli kérdéseknek, nincsenek különösebben délre fejlesztési pénzek véve soha, kivéve, hogyha magyar párt van kormány, akkor mindent gyorsan oda kell rakni, az aztán úgyse jön semmi. De ami nagyon érdekes változás az elmúlt időszakban, és nem tudom, ezt vicce mennyire érzed te is így, hogy kialakul egyfajta ilyen romantikus Dél-Szlovákia kép a szlovákok, van, amitől én megőrülök. Mikor elkezdenek úgy beszélni Gömörről, ami az országnak a lemaradottabb része jelen pillanatban, hogy ó, hát ez olyan lankás, mint a szlovák Toszkána. Az emberek gyakorlatilag soha ilyen rosszul Gömörben nem éltek, és megérkeznek a szlovákok, akik ebből azt látják, hogy van domb, meg hogy nincsenek a templomok áttépítve, és akkor ez milyen szép eszenciális kultúra. És Dél-Szlovákia ott, ahol a barack az nagy, és a paprika az csíp, és az emberek táncolnak, én nem vagyok egy barackkal és csípős paprikával táncoló magyar, hanem egy szlovák állampolgár vagyok, magyar nemzetiségű, és nem azt várom el a szlovákoktól, hogy valami skanzenként nézzenek ránk, meg toszkánaként, hanem azt látom, hogy azt szeretném, hogy normális embereként nézzenek ránk, akik egy normális régióban laknak, amit normálisan kéne fejleszteni, és nem örülni annak, hogy milyen szépen megmaradtak itt a régi templomok, mert 35 ezer éve nem tett bele senki fejlesztést. Ami meg a szlovákiai magyar közösséget illeti, ott meg azt gondolom, hogy egy hát negatív változás zajlik. A szlovákiai magyar közösség volt az, amely legkülönbözőbb faktoroknál fogva az elmúlt, vagy okokból az elmúlt 15-20 évben a leginkább autonóm tudott maradni Magyarországtól. Nem kebelezte be Magyarország sem politikai értelemben, sem gazdasági értelemben, sem intézményi értelemben. Az elmúlt években ez nagyon gyorsan változik, és azok a független magyar intézmények, amik korábban léteztek, ezek vagy megszűnnek, vagy transformálódnak, vagy beépülnek, vagy pedig vetétársat kapnak a magyar államnak a részéről, és zajlik Dél-Szlovákiának és szlovákiai magyarságnak a szellemi kolonizációja. És beállhatunk ebbe a sorba, ahol mindenki majd el tudja nálunk is mondani, hogy hát igen, azok, akik a magyar kormánynak a pártján vannak, és egyetértenek vele, azok sokkal jobban állnak, mint bárki más. És utolsó megjegyzés, tehát hogy hallgatom itt a kollégákat a panelben, ahogy Szerb Horváth György arról beszélt, hogy Bácskában esnek szét a hálózatok, ahogy Dubka György nagyon dramatikus módon beszélt az üres falukról, vagy Andrea, hogy a Kolozsvárnak a diaszpórává válásáról beszélt, vagy hogy mi arról beszélünk, hogy Szlovákia, Dél-Szlovákia magyarságnak a képe változik, akkor fölmerül bennem, hogy tényleg annyira jó-e ez a nemzetpolitikai irány, amit jelenleg viszünk. És kicsit sajnálom, hogy nem ültem az előző panelben, nagyon örülök, hogy itt ülök, de ha ott ültem volna, akkor megkérdeztem volna, hogy tényleg minden ennyire jó. Most meg tudjuk veregetni egymásnak a vállát, meg hogy van időnk azt elemezgetni, hogy mi a baloldali pozíció, meg mi a jobboldali pozíció, meg kinek mit kellett volna mondania 2013-ban, nem tudom mikor mit kellett volna mondania. A népszemlélési eredmények, meg a saját tapasztalatunk azt mutatja, hogy egy generáción belül megszűnhet az a fajta közösség, amit ma határon túli magyarságnak tartunk, és föloldódik az ottani többségbe, meg az itteni magyarságba. És szerintem ez az a téma, amiről nagyon-nagyon keveset beszélünk, és még ma is nagyon keveset beszéltünk róla. Még ti is fogtok. Andrea, kisebbségi léte említettél elég sok mindent, mert tulajdonképpen abból indult ki. Amiről kevesebb szó esett, ugye arról esett, hogy Szlovákiában a felvidéki magyarokhoz milyen a hozzáállás, hogy áll a politika hozzá. Te, amikor átjöttél például az itteni magyarok, tehát a magyarországi magyarok hogy álltak hozzád?
Picit említetted ezt a románozást, amit elhessegettél aztán. Ez hogy változott? Igazából arról is utaltam, hogy egy ilyen gettó létben léteztem én magam is az egyetemi éveim alatt, főleg határon túliakkal körülvéve, leginkább a baráti szakmai kapcsolataim ebből a körből kerültek ki, és igazából ezt nagyon sokáig így is vittem magammal, és aztán tulajdonképpen a szakmai életem elkezdésével ezek a határok elkezdtek valahogy így felnyílni, és én magam, tehát én nem a közösség felől nézem ezt a kérdést, hogy minket nem fogadnak be idézőjelben, hanem inkább a felől nézem, hogy képesek vagyunk-e mi kapcsolódni. És igazából ez a téma, amiről szeretnék most kicsit visszatérve arra, hogy hogyan is néz ki ez mondjuk így a romániai magyarság felől, én azt látom egy nagyon problematikus létmódnak ennek a közösségnek, ami nyilván ilyen, hogy közösség, nagyon nehezen és csak szimbolikusan érthető, a teljes elszigetelődését a többségtől, vagy nagyon elszigetelődését, ha nem is teljes. Azt kell mondanom, hogy bár nagyon nehéz úgy tekinteni a diktatúra éveire, hogy annak bármiféle előnyei lettek volna, de a közösségek talán jobban együttműködtek, jobban kooperáltak. Én szerintem a romániai magyar kisebbség most leginkább arra szocializálódott, hogy csak magyarországi segítséggel, támogatással képzelje el a jövőjét, és valójában sokszor azt látom, hogy úgy él Romániában, hogy nem Romániában él. Tehát, hogy nem tud igazán kapcsolódni a többséghez, nincsenek meg azok a csatornák, nincsenek meg azok az edukációs formák, ahogy valaki abba belenő, hogy természetesen ott, abban a világban úgy szocializálódik, hogy együtt tud működni, hogy kapcsolatai vannak, hogy dolgozni tud, hogy pályázni tud a rengeteg nagyszerű román pályázati forrásra. Mindenki arra van rászorulva, hogy Magyarországtól kérjen valamit, és ez az elszigetelődés, amire Magyarország is tulajdonképpen építi a saját politikáját, azt hiszem, hiszen egy kicsit úgy látom, most egy rossz metaforát fogok mondani, és korrigálni is fogom, ez olyan, mint amikor egy gyermeknek van két szülője, és ez a két szülő egymás ellen neveli a gyermeket. A metafora azért sántít, mert én nem gondolom, hogy a kisebbség egy pelenkázandó létállapotban van, de azt gondolom, hogy valahogy ennek a háromszögnek, amiről az előbb beszéltél, a szereplői együttműködve kéne, hogy létezzenek egy realitásban. De én azt látom, és talán erre is utaltál, amikor a kolonizációról beszéltél, ami totális Erdélyben, és különösen ez a politikai kolonizáció teljes a magyar kisebbségben szerintem, tehát mondjuk gondolok az RMDS-re, ami egy NER kihelyezett tagozat. Hol tartottam? Tehát ennél háromszögnél az volna a feladat, hogy ezek a szereplők úgy tudjanak együttműködni, hogy ugyanazt a szekeret tolják, de most egymás ellen tolnak szekereket, és ez nagyon jól látni ezen a magyar politikán, kisebbségpolitikán, amiben tulajdonképpen egy ilyen gyermeki állapotban akarja tartani a saját kisebbségét, és ehhez a felnövekedéshez, mint hogyha nem szeretne hozzájárulni. Tehát ez az elszigetelődés azért egy rémes helyzet, mert valójában kiszervezi a kisebbséget abból, hogy a saját realitásában éljen, vagyis a romániai társadalomban. És valami mitológikus társadalom kép épül. Magyarország nyilván ebben a mitológiában érdekelt, a szimbólumrendszerével, a gesztusaival, a bevonulunk fehér lovon, Csíksomlyóra és a többi. Tehát ezek mind eltávolítják szerintem a kisebbséget a saját valóság talajától, és ez a valóság, ez nincs tudomásul véve
ebben a magyar, magyarországi kisebbségpolitikában. A valóság azonban az, hogy ez a kisebbség, nem tudom, a legutóbbi népszámlálási adatok szerint Erdélyben 300 ezer vegyes házasságban, ha jól olvastam a számokat. Ők, ezek az emberek, ezek a családtípusok, ezek az identitások mennyire integrálódnak például abba a magyar kisebbségpolitikába? Ők hol vannak egyáltalán ebben jelen? Én ebben látok egy őrületes szakadást így a támogatások felől, hogy ezek nem a realitások talaján állanak, miközben Magyarországról őrületes pénzek áramlanak Erdélybe. Őrületes pénzek, valószínűleg Magyarország bőven erején felül investál, és ezt az investálást most így is úgy is értem, rossz és jó értelemben is, és ez egy zárójel, erről nem beszéltünk, de mélyen hozzájárul ahhoz, hogy ez a magyar-magyar viszony tovább mérgeződjön, tovább utálkozzunk egymás felé, és én azt is hallom, amikor Kolozsváron beszélnek a magyarországiakról, és azt is olvasom mondjuk a saját írói oldalamon, ahogy megy az az úgynevezett erdélyzés egy olyan író oldalán, aki másra írt, mint Erdélyről, szóval ez egy érdekes ilyen diszkrepancia, tehát hogy van egy ilyen felfokozott utálkozás egymás iránt, aminek szerintem az is a nagyon sok forrása van, és nyilván van egy történelmi nagy vonulat ebben, de meg hozzájárulnak mindazok a politikai nagyon exponált erdélyi figurák, akikkel együtt uszályként érkezik ez a gyűlölet, hogy ez a szimbolikus politizálás, ez egy rendkívül mérgező, arrafele is, meg errefele is rendkívül mérgező attitűd, és igazából én nekem hangsúlyozom azt látom a legnagyobb csapdájának, hogy ez nem áll a valóság talaján, mert a valóságban valami más van, amit nem akar ez a politika észrevenni. Maradjunk itt akkor, jó? És akkor most Ábel, ne mindig onnan kezdjük, most menjünk egy picit össze-vissza. A helyzetet mindig visszatértek egyébként, majdnem mindannyian ugyanide, és ugyanarról beszéltek, tehát van egy ellentmondás, őrületes pénz áramlik Erdélybe, de máshova is a határon túlra, de valamit mégsem jó. Mi az, amire te gondoltál ebben ezelőbb, mi az, amit elvárnál a magyar kormánytól, hogy tudna jól segíteni, és mi az, amit a szülőföld kormányától elvárnál? Kicsit most meglepte, visszakerült hozzám, az azt hittem, hogy még van fél óra, mire én jövök újra. Nem én vagyok a legnagyobb kritikusa a határon túli támogatáspolitikának Magyarországnak. Vannak olyanok, akik sokkal kritikusabbak nálam. Én kezdem azzal, amit... Azért elég kritikusnak tűntél. Értem, de én azért néhány jó dolgot is tudok mondani, szerintem. A Szlovákiára nézve. Az egyik ezek közül az, hogy nagyon ügyes bűvésztrükk az, hogy viszonylag, mondjuk a szlovák államhoz képest viszonylag kis mennyiségű támogatási pénznek a beérkezésével nagy csinnadratát lehet csinálni a déli régiókban. Minden, amit a szlovák állam, vagy a román állam, vagy a szerb állam, vagy akár Ukrajna ad, azt úgy veszik az ott élő magyarok is, hogy hát ez nekünk jár, és adhatnának többet. És ebben teljesen igazuk van. Megérkezik ebbe a rendszerbe egy viszonylag minimális, a nagy támogatórendszerekhez képest viszonylag minimális magyarországi támogatás, aztán mindenki úgy veszi, hogy hát ezt az Orbán adta, pedig nem is kellett volna adni, és milyen rendes tőle. Én ezt a saját bőrömön tapasztaltam, amikor futtatott a szlovák állam az elmúlt ciklusban egy óvoda építési programot, azt hiszem, hogy 400 óvodát újított fel az állam, ennek egy jelentős részét délen, megérkezett Magyarország egy sokkal kisebb és sokkal alacsonyabb költségvetős óvoda programmal, aminek az az eredménye, mindenki azt gondolja délen, hogy Magyarország felújította az óvodákat. Nyilván narratívan az előző panelben is hallhattuk, hogy a magyar kormány arról beszél, hogy ő tartja föl a határon túli magyar oktatási rendszert, ami egy őrület. Viszont ezek a pénzek sok esetben jó helyre mennek. Azok a települések, ahol a magyar támogatásból óvoda épül, ennek én örülök. Két
komoly hátránnyal küzd a dolog. Az egyiket Andrea nagyon szépen említette, lefogtatjuk a magyar határon túli magyarokat arról, hogy az állami forrásokat használják, leszoktatjuk őket arról, hogy megtanulják, hogy hogyan kell pályázni, hogyan kell partnereket találni a minisztériumokban, akikkel együtt lehet dolgozni, és rámennek a könnyű pénzre, ami Magyarországról érkezik. A másik probléma ezzel meg az, amikor ezek a pénzek nem teljesen elvárások nélkül jönnek vissza, hanem mondjuk, nem tudom, egy magyar saroknak a létrehozása az óvodába azért mégiscsak dukál, amikor óvodát hozunk létre, és akkor magyar sarokba olyan könyvek kerülnek, hogy a gyerekeknek a homlokára a trikolor az jó irányba festődjön föl, és soha ne vakarodjon le róla. Tehát, hogy amikor ideológiai elvárások jönnek, amikor utána, nem tudom, hálózatépítési, politikai elvárások jönnek a pénzzel együtt, az nyilván számomra egy nagyon problematikus elem. Az állam sem tudja mindig ezt, mondjuk a szlovák állam elkerülni, hogy úgy építsen meg egy játszóteret, hogy ne jöjjön oda a miniszter megköszönni saját magának, hogy milyen jó munkát végzett. A magyar pénzeknél szintén ez van. Ami a kifejezetten problematikus elem, és aztán átadom a szót, az meg az, amikor olyan típusú pénzek érkeznek be, és nem is biztos egyébként, hogy a könyvelésben mindig jelen van, amiről nyilvánvalóan tudjuk, hogy klientúra épül, akár helyi piacnak a torzítása mellett. Pontosan érthető és gondolható az előre, hogy kik lesznek a legnagyobb támogatottjai egy ilyen típusú sémának, azok az emberek, akik jól fekszenek a hatalomnál, itt elhangzott az oligarcha szó, ilyenjeink nekünk is vannak, őket a magyar állam megtömi, örül neki, és utána használja őket, amikor használnia kell. Ez az a fajta támogatási politika, amivel nagyon-nagyon nehéz azonosulni. Ugyanezt említetted, úgyhogy menjünk veled tovább. Ha ennyi szó lesz a pénzről, ha tudom, hogy ennyi szó ejtünk a pénzről, akkor készülök is. De egyszerűen azt gondolom... Nem muszáj, tehát nem csak a pénzről kell itt beszélni, szerintem. Én azt gondolom, hogy ez erről, hogy ez a kormányzat mit kellene, hogy változtasson, erről én nem szeretnék beszélni. Én azt gondolom, hogy a kormányzatot kell úgy radikálisan megváltoztatni. Tehát, hogy arról lehetne most gondolkodni, hogy egy más kormányzatnak mit mondhatnánk. Sajnos nekem volt tapasztalatom előző kormányzatokkal is, amikor még otthon élve beszélgettünk, hogy ezt meg azt kéne támogatni, ugye akkor mindig az volt, hogy nincs pénz. Na most ugye ez mondjuk a szoci kormányok meg ilyenek voltak, ugye ezt úgy egyszerűen el lehetett intézni, hogy most erre nincs pénz. Itt kultúráról beszélünk ráadásul. A gazdaságról annyit tennék hozzá, hogy amikor próbáltuk kutatni ennek a vajdasági prosperitátinak a költséghatékonyságát, és amikor oda mentem a vezetőhöz, egyébként falombéli haver, akkor hát mondta egyszerűen, hogy hát ez alapítvány, tehát át lett szivattyúzva a pénz, innentől kezdve nincs transzparencia. Na most, amikor ilyen világról beszélünk, akkor nem érdemes arról beszélni, hogy mit kellene egy picit ezen változtatni, vagy strófolni, megnézni a költséghatékonyságot, se érdemes már, hiszen a pénz el van lopva, meg úgyis veszteségesek lesznek ezek a vállalkozások, stb. Azzal se egyezek, hogy itt iskolakat kell építgetni, ez esetben mondjuk a szerb kormányzatnak a feladata, hogy az iskolákat rendbe tartsa, hiszen a magyarok ugyanúgy adót fizetnek, mint a többség, stb. Szóval én azt gondolom, hogy itt radikálisan csak annyit mondható, hogy ezt az egész rendszert le kellene építeni. Kétségeim vannak afelől, hogy a vajdaságban bármi újjáépíthető lehet-e majd a kultúra, illetve a valami társadalomtudományi intézetek felől. Másról azt is gondolom, hogy ott élve, vagy innen nézve is, azért mindig láttam azt, hogy az ott élők is el tudnak szállni, akár a kultúra terén, és olyasmiket álmodnak, mint Vajdasági Magyar Egyetem, amikor tudva lévő, hogy mondjuk egy egyetem létrehozásához potenciálisan mekkora számú ember kell, mondjuk 300 ezer, mondjuk egy megyényi, tehát hogy nem lehet minden faluba egyetemet, stadiont lehet, csak azt is minek, vagy hogy például, nem tudom, 10 évente fölmerül, már röhögünk, amikor elmegyünk erre, hogy létre kell hozni egy vajdasági magyar kutatóintézetet, mondjuk a társadalomtudományos kutatóintézetet, mert az nincs, bezzeg van Szlovákiában, ugye, a fórum, meg nem tudom, meg van Erdélybe, de hát most itt nem is, hány szociológus van ott, egy se, vagy kettő mondjuk.
tehát hogy ki kutatna. De mindig van egy ilyen elszállás a kisebbségiek részéről is, hogy megcsináljunk színházat. Vajdaságban én már nem tudom hány színház van, és panganak. Tehát az, hogy két előadás után Újvidéken nincs közönség. Tehát, hogy ezeket is azért át kellene gondolni, tehát, hogy ne csak a bejövőt nézzük, hanem a kimenőt is, tehát, hogy szóval ezt az egészet majd újra kellene gondolni. Jelen pillanatban én ezzel a kormányzattal, Kárpátalja most egészen más, tényleg ezt most így toljuk félre, ahogy Vajdaság is más volt. A 95... Biztosan, remélem is, mármint ebben az értelemben. Szóval, hogy na, szóval, hogy ezt így nem, tehát, hogy... Ennek a történetnek vége kell, hogy legyen, és egy nagyon újnak kell kezdenie. Ebben én reményt nem látok meg így okoskodni, és hát mondom, és bármit, hogyha meg is írsz, mondjuk az átlátszó, vagy oknyomozó riportokat, ezek úgy pörögnek le, tehát, vagy az igazságszolgáltatásban. Szóval ez rendszer szintű probléma, tehát, hogy nem... Az meg egy másik dolog, hogy ebbe bizonyos határon túliek hogyan mentek bele, és a Vajdaságban is az a, azt hiszem, hogy 6 párt volt még korábban, az se jó persze, de hát nem tudom, ennyi. Kárpátalja, mindjárt, Vica, te hogy látod, a te saját életedben, vagy akár a múltadban, te milyen segítséget láttál volna? Most én beszélek, vagy? Most még a Vica, és aztán majd utána. Milyen segítséget kaptam, vagy vártam? Hogy várnál el, mert azt te is azt mondtad, hogy most így nem jó. Én személy szerint nem várok már segítséget, mert magam indulok minden dolgok elé. Tehát, hogy attól, hogy nem egy országra tettem le a voksomat, ezért kicsit így kicikáztam mindenkit. Tehát, hogy azért ez is egy jó állapot, hogy a több nyelvűséget kihasználván tényleg 3 országban létezem, és akkor az egyikben kispadon vagyok, akkor remélhetem azt, hogy a másikban vagy a harmadikban majd lesz valami, és akkor újból föl tudok állni, és tudok létezni. Úgyhogy ebből a szempontból, de tényleg Ábel említette, hogy talán nagyon, tényleg nagyon sokan ott nálunk is érzik ezt a segítséget, és így ezáltal a magyar közösség egy kicsit gyengül, abból a szempontból is, hogy ott is van ugye kisebbségi, tehát egy politikai párt, és akkor most mi a funkciója? És ott mi is egy kicsit azt érezzük, hogy elvesztették az erőt, illetve a magyar közösségen belül nincs az összetartozás. Most nem is lesz, talán most először a rendszerváltás volt a magyar képviselő. Már nincs is. De most igen. Nem is lesz, ugye szeptember végén van. Igen, de még igen, és most ez egy érdekes dolog lesz, ugye, mert kivált az egyik párt ugye a koalícióból, mert nem tudtak megegyezni, és akkor egyesült egy szlovák párttal, ugyanúgy, mint anno a Híd. És akkor tehát ez megint egy gyönyörű példája annak, hogy megint a magyarok hogyan tudnak együtt létezni, és hogyan nem. És ez megvan kicsiben Szlovákiában. Tehát tükröződik nagyon sok minden, ami innen Magyarországról jön, és sok mindent bizony átvesznek innen az anyaországból is. Tehát, hogy igazából ezt tudnám még kiegészíteni így ezzel. György. Én az imént beszéltem arról, hogy szükséges a támogatás a kárpátaljaknak, de azért ott is vannak gondok, bajok, és nem lenne kerek a történet, ha ezt elhallgatnám. Hát egyik részről csak jelezni szeretném, hogy én 89-től benne vagyok a kárpátai civil mozgalomban, tehát figyelemmel tudom kísérni, meg a bőrömön éreztem. Minden 90-től jövő kormánynak a támogatás politikáját. És hát, ha most így szavazni kéne, hogy melyik volt a megközelítően ideális, amely úgymond nem volt annyira részrehajló, hát szemből velem Bálint Pataki József, aki annak idején ugye a HTMH főosztályvezetője volt, az a elosztási politika, amit ők képviseltek, helyen közel reális volt. Ezzel szemben kialakult most egy úgynevezett olyan formáció, hogy stratégiai partnerség. Tehát
kiválasztok egy stratégiai partnert, és azzal köt a magyar kormány támogatási szerződést, és úgy jön ki, hogy a többieknek csak morzsa jut, vagy egy kis csont, egy kis stb., vagy éppen, hogy vegetáljanak. Na most, ugye ez, hogy mondjam, a kárpátaljai magyar társadalomban visszásságokat, hogy mondjam, rejt, tehát nem mindenki elégedett ezzel a helyzettel, hiszen ha csak azt mondom, hogy a Beregszázi Főiskola már nem tud mit kitalálni, amire ne adna a magyar kormány pénzt. Miközben az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar kara az tulajdonképpen, míg az majdnem milliárdokat kap, ez csekély milliókat. Van különbség, van különbség. Mind a kettő a helyi magyarságot szolgálja. Mindenütt, hogy mondjam, értelmiségi képzés folyik, ami nagyon fontos. Azért ugye az emberben azért ugye megszólal a lelkiismereti hang, hogy miért kell, hogy mondjam, azt a másik felet úgy pénzelni, miközben irreálisnak tűnik oldalról. Vagyis a köréje épülő szatellit szervezetek is hasonlóképpen, úgy mondjam, emelt szintű támogatást kapnak, míg ha valaki bírálni mer, mint ellenzéki, hát én független vagyok tulajdonképpen, se ide, se oda tartozok, próbálok, hogy mondjam, minden szervezetnek vezetője voltam, tehát ilyen szemszögből az én helyzetem kényes és nehéz. Ettől függetlenül azt szeretném, hogy megváltozna a mostani kormány támogatás politikája, és ne kimondottan kiszúrt stratégiai partnerszervezetek lennének, akikkel szerződést kötnek. Mert azok a stratégiai szervezetek, akikkel szerződést kötnek, visszaélnek. Úgy adják elő, hogy ők az üdvöskék, a többi nem. Ők az igazi magyarság hordozója, a többi nem. Tehát egy ilyen kettősség kezd kialakulni, miközben ott van a közös ellenségünk, az, hogy meg kell tartani a nyelvünket, iskoláinkat. És közben még belülről is repedések, feszülések vannak. És a repedéseket, feszüléseket mindig is a pénz okozza. Tehát alapvetően ugye egy nemzetpolitikának úgy kell megközelíteni egy határon túli kisebbséget, hogy kezdve a Jancsi bácsitól a első számú politikai vezetőig valamilyen módon támogatásban részesüljön, vagy erkölcsi, morális, anyagi jellegű. Tehát érezze azt, hogy a magyar kormány mindenkit egyformán szeret. Kifelé a propaganda úgy megy, de helyben nem. Helyben nem. Tehát helyben az elosztási rendszer, ami ugye egy külön szűrőn megy át, ott már vannak elsőrendű, másod, harmad, tizedrendű magyarok. Na most épp ezért újra idézem a Bálint Pataki urat, annak idején ő ügyelt erre, hogy azért meglegyen ez a proporcionális elosztás nagyjából, tehát megfeleljen. Magyarán mondva, súly szerint ki mennyit tesz, annyit támogatunk. Viszont úgy nem jön ki, hogy én, mit tudom én, tegyük fel, igavonó állatként húzom a szekeret, és csak mondjam, szénát kapok, míg a másik is húzza, de az már kap abrakot is, meg stb. Stb. Egy költői képletekbe akarom érzékeltetni a dolgokat. Tehát összességében mondva, szükség van a határon túli támogatás politika gyökeres megváltoztatására, ha azt akarjuk, hogy a Kárpát-medencei magyarság együtt érezzen, együtt legyen, és ne pedig darabokra hújon, mint egy falhoz vert üvegdarab. Köszönöm. Azt mondta György, hogy szükséges lenne, hogy megváltozzon a kormány nemzetpolitikája, meg a céljai szerve, György meg azt mondta, hogy a kormányon már semmi nem fog megváltozni, igazából a kormányt kellene megváltoztatni. Te mit mondasz annak? Gyurinak tökéletesen igaza van, úgyhogy itt pontot lehet tenni, ha
és én éppen egy tüntetésre készülök most 4 órakor, ami a független színházak utolsó lehelete ma, tehát így szívesen propagálom öröknek ezt, mint ilyen nem kívánatos magyar szellemi alkotó műhelyek, amelyeket ez a kormányzat természetesen, mint sok más nem kívánatos embert kivégzett. Én csak egy dolgot akartam még szóba hozni, hogy én szerintem a magyar kormánynak nagyon masszív felelőssége van a romai magyar nyilvánosság leépítésében és a média felszámolásában, ami ugye most ott tart, hogy nincs nyilvánosság, tehát nincs média. Tehát ha valahogy önök azt szeretnék, hogy tájékozódjanak arról, hogy mégis mi történik egy határral odébb, akkor vajon mit olvasnak? Hát nincs mit olvasni, vagy nincs mit megnézni, vagy nincs mit meghallgatni. A nagyon nehezen boldoguló transztelexet lehetne említeni, de azt kell mondani, és ez megint csak az előbbi gondolatnak a továbbfűzése, hogy van viszont egy román közszolgálat, ahova én is alkalmasint bejárok, ha meghívnak, ahol élőben azt mondok, amit akarok. Ez sajnos semmilyen más médiában Magyarországon, közmédiában természetesen nem merül föl, de ez nem merül föl azokban az erdélyi média felületeken sem, amit elsősorban a magyarországi szellemi és pénzügyi hatóságok ellenőrzés alatt tartanak. Tehát azt kell mondani, hogy valahogy a szabadságfok még mindig ott van, abban a közmédiában, ami a román állam működtetése alatt létezik. Nem mondom, hogy az elég, nagyon nem elég, mert egy nyilvánossághoz nem elég, egy közmédia, de ezt mindenképpen ezt a médiát és ennek a leépítését, illetve valami maradványát szóba akartam itt hozni. Köszönöm szépen a beszélgetést Szerb Horváth Györgynek, Dubka Györgynek, Kerekes Vicának, Ravasz Ábelnek és Tompa Andreának. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. További szép délutánt kívánok.